Pénzzel, tüzelővel vagy gyors segéllyel is segítik a rászorulókat a vidéki önkormányzatok, hogy ki tudják fizetni a megdrágult energiaszámlákat. Balassagyarmaton a minimálbérhez kötötten kaphatnak ehhez segítséget a jogosultak. Hajdubagoson a kivágott fák tuskóit kapják meg ingyen a fűtéshez, Pécsváradon pedig gyors segélyt kapnak azok, akik másképp nem tudják kifizetni a lakhatás rendszeres havi díjait. Balassagyarmaton az önkormányzat a lakásfenntartási és rendkívüli támogatásokon túl a számlák kifizetéséhez is segítséget nyújt azoknak, akiknek alacsony jövedelme ezt indokolja. A fa, illetve szén vásárlásához egy összegben 30 ezer forintot adnak, míg az energiaszámlák kifizetéséhez havi kiegészítést kérhetnek a rászorulók. 12 hónapra elosztva 6, illetve 4 ezer forintot havonta, tehát összességében akár 72 ezer forintot is kap egy pályázó, ha a jövedelmi viszonya és a lakás mérete, illetve az általa benyújtott számlák alapján is igazolható a többletigény. A Hajdubihar megyei Hajdubagoson ingyen vihetik el a kivágott fák után ott maradt tuskókat azok, akiknek erre szükségük van. A polgármester szerint egyelőre csak kevesen jelentkeztek. Tudnánk segíteni, hogyha kellő számba jönnének. Csak hát nem akkor kell a tüzelőjét menni, amikor már hideg van, hanem most innen lehetne vinni ingyen, és hát sokan visznek, de még többen viszont még mindeddig, akár Bagosról, akár a környező településekről, még nem gondoskodtak téli tüzelőről. Baranya megyében Pécsváradon a megemelkedett számlák kifizetését gyors segéllyel próbálja könnyebbé tenni az önkormányzat. Ez nem mindig ajándékpénz, mert aki később jobban áll, annak vissza kell fizetni a hitelt. Egy rendkívüli számla, amit nem tudnak kifizetni, ezekben az esetekben rendkívüli segélyre folyamodni, ami két kimenetű lehet. Az egyik, hogy egy éven belül visszafizeti, vagy eltekintünk tőle, ismerve a helyzetet. Sok helyen még keresik az önkormányzatok, hogy miként tudnak segíteni a fűtésben az embereknek. Többfelé nappali melegedőket is kialakítanak, hogy azoknak, akiknek nincs pénzük egész nap fűteni, legalább ilyenkor ne kelljen az otthonukban fagyoskodniuk.